Az Európai Unió legtöbb tagállama egyedül és információhiánnyal küzdve próbálja megoldani a menekült helyzetet. Viszont a közös politika hiánya pazarlást és hülye megoldásokat szül a határ mindkét oldalán, a magyarországi Hegyeshalmon és az ausztriai Nikkelsdorfban egyaránt. Osztrák tábort takarították el, ahol körülbelül 4000-en aludhattak szombat éjszaka, miatt, hogy nincsen semmilyen szervezettség, akkor nem lehet tudni, mi történik 12 órán belül, szóval nem tudták magukkal vinni a polifomokat, meg a hálózsákokat, meg a plédeket, viszont azt el kell takarítani. Osztrák részen se volt ez megszervezve, emiatt azokat dobták ki az egyszer használt, mondjuk nem tudom, 5-10 000 forintos hálózsákokat, közben meg 1000-rel hálózsákokat gyűjtünk. Magyarországon feltorlódott több ezer menekült ért át a határon a hétvégén. Ez volt az a fogadóállomás, ahol ennek a több ezer embernek ételt, italt és hogyha kell, akkor egészségügyi ellátást adtak. Most valószínűleg azért vannak itt kevesebben, mert a MÁV és a kormány szerencsétlenkedései miatt feltorlódott menekült ezrek már túljutottak Nikkelsdorfon. How many migrants are here? Okay, thank you. How many migrants are you expecting today? We don't know. But you don't have any information from the Hungarian authorities? No, we don't know how many will come. We are here with perhaps 100 persons, mm-hmm. 100 volunteers and colleagues from us, and we wait for the next ones. Mm-hmm. Ausztriában a Vöröskereszt kifejezetten erős szervezetnek számít. Azt mondták a Nikkelsdorfi vasútállomásnál, hogy 40 000 önkéntes segíti a munkájukat. Ezért is látni az összes állomáson szinte csak az ő önkénteseiket, más szervezeteknek nem is nagyon kell beavatkozniuk a helyzetbe. Nézd, van arab nyelvű tájékoztatás, amire a keletiben mindig annyira vágynak az emberek. Ez a vonat most érkezett a magyar oldalról, a Hegyeshalom felől, és úgy tűnik, hogy tele van menekültel. Nekik lehet, hogy át kellett szállniuk a hegyeshalmi állomáson, de most itt vannak, és megállás nélkül mehetnek tovább Bécs felé. We are closing now. I see. And because I think everybody is in Vienna and in Germany now. Expecting anybody to come from Hungary today? We don't know anything about the Hungarian border, so. What about the Hungarian authorities? Do they give you any information about the situation? I talked to the policeman and to the Red Cross, and they said we don't know anything about them. They don't tell us anything. A magyar hatóságok, ők a rendőrséget rendelték ki, és minden más az a civilek. Illetve nem tudom, hogy a Vöröskereszt az mondjuk hova számít, de hogy oda is ugye civilek viszik az adományokat, tehát hogyha civilek nem lennének, akkor itt emberek haltak volna meg útközben, és voltak, nem tudom, 2 éves gyerekek, akik a határról kerültek már osztrák kórházba. Most nincs étel például itt az állomáson, de nem azért nincs, mert a raktár nincs tere, hanem mert nincs több ember, aki kihozza. Nincs több kocsi, nincs több önkéntes, ugyanaz a 10 ember csinálja, nem tudom mennyi ideje, úgyhogy ne ételt küldjetek, hanem munkaórát. Teljesen új helyzet volt, erre nincs akcióterve, én azt gondolom senkinek, nem csak a Magyar Vöröskeresztnek, hanem egyetlen egy szervezetnek sem, de én úgy gondolom, hogy mi itt a határon maximálisan helytálltunk. Uh-huh. És az Osztrák Vöröskereszt és önök között van valamilyen koordináció? Különösebben szervezett formában nincs. Néhány napig fenntartjuk még ezt a lehetőséget, mert nem tudjuk, hogy milyen információkat kapunk az elkövetkezendő napokban, és amennyiben szükség lesz rá, akkor van mihez nyúlunk. Minden, ami teljesül, az már egy extra, tehát minden, ami bármennyire működik, vagy felépül, az a nullából épül fel, vagy inkább a mínuszból a civilek miatt. Tehát nem az van, hogy hogy valahogy el kéne látniuk a civileknek, és ahhoz képest rosszabbul csinálják, hanem hogy ez nem egy civil feladat lenne. Hegyeshalomban teljesen nyugodtan kísérgetik a magyar rendőrök a Svédországba tartó irakiakat kávéért a helyi dohányboltba. Bár jelenleg röszkén fenyeget olyan humanitárius katasztrófa, amilyen a hétvégén majdnem bekövetkezett a nyugati határon, mostanra itt nagyjából normalizálódott a helyzet. Ez a vonat most érkezett be a keleti pályaudvarról, hogy az ablakokon keresztül látni is, hogy elég sok bevándorló utazik rajta, viszont az már látszik, hogy itt nem állítják meg többé a vonatokat menetrend szerint. Ez a szerelve egy München felé megy, úgyhogy ők már el fognak jutni Németországig, akik a vonaton ülnek. A rendőröknek azonban a nyugalom ellenére is akad még dolguk. Már itt sétálnak az utakon és azokat hozza ide. Igen. És önkénteskedésből? Igen. Tehát nem pénzért? Nem pénzért.
És mi motiválja? Az országot kétféleképpen lehet elfoglalni. Fegyverrel és erőszakkal, vagy békésen és migránsokkal. És jelen pillanat el kell gondolkodni minden felelősségtudatú szülőnek, magyar állampolgárnak, hogy mi zajlik az országban. Aki azt akarja, hogy elmenjenek a menekültek, mert nem szereti őket, akkor annak is az az érdeke, hogy normálisan működjön a rendszer. Tehát, hogy nincs olyan, akinek ebből haszna lesz a társadalomban. Az, hogy a politikában ebben kinek van haszna, az egy másik kérdés, de hogy szimpátiától függetlenül közös érdek az, hogy emberien kezeljük ezt a helyzetet. A rendőrség azt mondta, hogy mind a magyar férfit, mind a migránsokat beviszik majd Győrbe. A férfit embercsempészettel gyanúsítják, a migránsokat pedig Győrben fogják előállítani. Itt vagyunk a győri vasútállomáson, ahol jelenleg elég sok olyan bevándorló vál a vonatára, aki a vámosszabadi táborból érkezett ide, vagy gyalog, vagy taxival. Hello, egyes halom keresztül Bécsbe. Thank you. Okay. For how many days are you here? Yeah, one day. What, one day? One day you were in vámosszabadi. Refugee. Yes. Are you registered in the fingerprints and all that? Yes, fingerprints. They took your fingerprints. Yes. Már este ledett, de még elmentünk a vámosszabadi befogadóállomásra, ahol az embercsempészek helyett buszok és taxisok várakoztak a bevándorlókra. A sofőrök nekünk azt mondták, hogy a taxi óra szerint fuvaroznak Győrbe, a migránsoktól viszont már utasonként 10 eurót kértek a 12 kilométeres fuvarért. Hi. Hello. To Germany. No money. You want to go to Germany, but no money. No food. It's problem. Most érkezett be egy busz, láthatóan van rajta, vagy 40 bevándorló. Hello. Papírt meg vegyek ilyen táskájából, adja oda. Le most látjuk. They catch us and put us in the, like this. I see. And did they register you? In rain. Oh. Okay, so we are surrendered. Took your fingerprints and all that. I see. Or you going to jail. Mm-hmm. We feel like we are prisoners. Az elején még volt olyan, hogy telefonon hívtam a kurd ismerősömet, aki fordította nekik, és ez nagyon szívfacsaró volt, amikor tudni akarták, hogy is it good vagy is it bad. És hogy így ez volt a beszélgetés, és akkor, hogyha is it good, akkor már Ausztriában vannak. Az is it good, is it bad kérdés, ott így annyi volt a kérdés, hogy elviszi a rendőrség őket, hogyha találkoznak. Tehát, hogy ők bűnözőnek számítanak-e azért, mert két gyerekkel egy apuka tolált egy baba kocsit, az anyuka meg cipel egy 10 kilós cuccat, és nem engedi, hogy segítsek neki. És igazából, tehát hogy a legszívfacsarabb, vagy az egyik legszívfacsarabb, az mondjuk az volt, amikor a 4 éves kislány az igyányit kérdezett, hogy polisz, és mutatta a kezét, hogy akkor most az jönne, hogy a rendőr megbilincseli őket, vagy nem. És hogy szerintem ez így mindent elmond arról, hogy miért is it good, vagy is it bad.